Szervusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban megmutatom, hogy miket szoktam a motromon leellenőrizni indulás előtt. Ilyen alap dolgok, de nagyon fontosok, hogy a terepen ne a szereléssel kezdjen. Akkor, amik fontosok, kuplunk. Sziába volt jó az utolsó motrozásodon, lehet megütted a slagod elereszt. Folyadék elfolyik, a hidraulikus folyadék, nincsen kuplunk. A fékek, első fék érzése, hogy jó-e. Hátsó fék, maga a fékbetétek állapota is, ezeket könnyen, ehhez nem kell egy észszerelő, hogy szúr ki. Lánc, fogaskerék, maga a tódószem, hogy jól állja a láncon, kapcsoló karlóge, maga a pedálok, ezeket mind kiszűrheted rajta. Ha kivettetted a vizet, ha nem, dugót leveszed, megnézed benne a hűtőfolyadékot, ez mind fontos, ez bármelyik motornál ezeket érdemes megnézni. Maga a motron, elől is a fékbetét állapota, keréknyomás, hogy defektál, ne menjél el, ez is nagyon fontos, már te kellemetlen, mikor kell megtérjél. A következő dolog pedig ezeknél a tépéknél a olaj, hogy van-e maga a tartályba innen. Könnyen lehet látni az olajtartályt, meg tudod nézni rajta, hogy olaj van-e benne. Én olyan két hetente leszoktam az olajpompát is ellenőrizni, megmutatom most ebben a videóban azt is, hogy én hogy csinálom, hogy ellenőrzem le. És nagyjából ennyi, mondom, fontos, hogy ezeket indulás előtt leellenőrizd, mert sok apróságot észre lehet venni, mert vagy pedálod marad el, vagy fékpedálod marad el, vagy kuplungod nincsen, vagy féked, úgyhogy ezeket jobb, ha már otthon kiszűröd a motorodon. A keréknyomások is nagyon fontosak. Mondjuk én hétközben is leellenőrzem, úgyhogy én motorozástam már megnézem, hogy kerekek lógnak-e, csapágyak lógnak-e, nem utolsó percre hagyom. Ezt tett az ilyen utolsó perces motorosoknak, amelyek általában terepen szoktak szerelni ezeket, azoknak mondtam, hogy ezeket illik leellenőrizni, hogy ne a kollégák ne kelljen várjanak a terepen, amíg te szerélsz, vagy esetleg még a motorodat is megszerelik. Na, megmutatom, hogy ellenőrzem le az olajpompámat, és akkor essek neki. Először is engedjem le ezt a szart. Így. Kilevesszük a levegőszűrőházat. Így. Láthatjátok, ez a levegőszűrő. Már olyan kérdést is adtam, hogy mutassam meg, hogy hol van a levegőszűrő. Hát a levegőszűrő itt van. Tehát közben illik kimosni. Ez az elménnel általában örökké így néz ki.
Szóval leveszik a levegőszűrőt. Tudom, a videón látszik nekem a levegőszűrő, ha az amúgy belül is le van kenve zsírral, mi por, esetleg az az bejut -e. Azt ott még fogja fel. Megkeressük ezt a dugaszt, ezzel gyárilag szokták adni a egy ilyen dugaszkát, de az csak egy hidalás, amivel az olajpompádot teszteled. De ha nincsen meg az a bügyüszkét, alul a két szálas lábat a dugasznak az alsó felébe, ahol csak két szál van, azt egy ilyen darab dróttal leszáhidalod, és megvan a spéci kütyüd, amivel tudod tesztelni az olajpompát. Most megpróbálom bemutatni ezt ott is, hogy oldom én meg. Szóval elveszek egy gumipókot, gázat, azt ott kopra be kell húzni. Így ráakasztom, így kiakasztom a gázat. Jövök erre felére. Egy. Összehidalom a dugaszt, és már is mutatom, hogy mi történik. Szóval összeidalom magát ezt a dugaszt, látjátok, az a spéci műszerem. Ezt az alsó két lábat, ahol csak kettő van, összeidalódik vele. Így pár másodpercet kell hagyni, 5-6-7 másodpercet, utána jövök. Leakasztom a idét, és már is hallatszik a keccegés, viszont én innet is megszoktam, már lehet a slag is áldugul, kinyitom, és látjátok a felső felébe, hogy maga az a stucca, amire rá van kötve a slag, az a rész, düznicske, az sincs eldugulva, látjátok, hogy ez nem érdemes, én van 2-3 motrozásonként leellenőrzem, így nem érnek meglepetések, utána ezt eltávolítjuk, vissza a levegőszűrőt, tudjuk megy a pompa, és ennyi lenne a nagy tudomány. Havonta, két havonta látjátok ott a lége nyomás szenzorhoz, mert fel az a slagocska, azzal is szokott probléma lenni, hogy a kartértól eltemődik, azt is a slagot leveszitek, azt a kicsike fekete slagot lássátok be. Ügyesen kitakarítjátok egy bovdennel, vagy egy drót darabbal, ledugjátok maga a hüvelybe levő nyillást is, jó, kitakarítsátok, és ebben van egy szűrő, a TP-nek is közben legalább havonta, két havonta cserétek ki, hogy meglepetés ne érjen, úgyhogy ezeket, ha megoldott, gond nincsen. Én a tankot is ahányszor leveszem, amikor leveszem a tankot maga a motorról, akkor itt a TPR szenzor, a dugaszokhoz, mikhez hozzáférek, azokat örökké leszoktam pucolni, így gyakorlatilag az elektronikai problémák ki vannak zárva. Fontos ezt is, hogy a tódószemet lássátok, hogy megnézzétek, milyen állapotban van, már rengeteg elmarad az is. Kicsit a láncom rozsdás, mert nem szoktam kenegetni. A kenem is erős, ritkán, de pont azért, hogy így ne rozsdásodjon meg.
A zsír pont oda nem megy be, soha ahova kellene, spréjek sem, az óringek nem engedik belé a belébe, pont ahova kéne kenni, és így kicsit feleslegesnek találom. Na, nagyjából ennyit nézek meg motorozás előtt, úgyhogy most is készülünk motorozni. Egy gyorsan leellenőriztem, gondoltam, megmutatom nektek is, kicsit figyeltek ti is oda a motorokra, remélem élveztétek, szervusztok!